Sziasztok, Demeter Attila vagyok, ez itt a Kisállat Leszikon nevű YouTube csatorna. Ismét a Blahán vagyunk, Budapesten az Állatozó nevű boltban Bogdán Zsolti barátunknál, és ezeket a gyönyörű állatai közül most megismerjük a galléros gyíkot. Nem tudom most mutatni nektek nagyot, viszont a kicsiket bemutatjuk, de a galléros gyíkról így is mesélek nektek egy párat. A galléros gyík ö, hazája ö, Ausztrália észak-nyugati része, illetve Pápóly-Génea déli része. Ezek az állatok bazinagyra nőnek meg, 70-80 centire megnőnek így a farkukkal együtt, a hímek akár 90-re is, én láttam ilyen nagy hímet, és ami nagyon érdekes náluk a megjelenésükben, egyébként ez egy nagyon különleges állatka minden szempontból, de ami nagyon jól néz ki, hogy amikor idegesek és el akarják riasztani a támadót, akkor egy ilyen nyaki lebenyt itt széttárnak, és ahogy az a, az a Jurassic Parkban volt, az a kis dino, ahhoz hasonlóan így kitárja ezt a, ezt a lebenyt, és ezzel nyitott szája a sziszeg, és ezzel a támadót el előzi, Illetve a hímek, akik nagyon teritoriális viselkedésűek, azaz nagyon ragaszkodnak a saját kis helyükhöz, és a betolakodót azonnal elzavarják. Ugyanezt megfigyelték viaskodó hímeknél. Ők egyébként magányosan élnek a természetben, tartatjuk őket párban vagy egyesével. A két hímet semmiképpen sem lehet együtt tartani. A természetben egyébként nem tudjuk, meddig élhet, de fogságban olyan, olyan 10-15 évig él körülbelül ez az állatka, az a természet általában kevesebb szokott lenni. Leginkább az izetlábúakat kapják el, de rákcsálókat, madarakat, madárfiókákat is, ugye természetben nincs étlap, amit el tudnak fogni. Úgy vadásznak, és ezt meg lehet figyelni a, a fogságban is, hogy jönnek egy-egy ágon, és nézik az alattuk elhaladó ö, zsákmányt, leugrik, elkapja és visszamegy erre a ágra úgyhogy ők nappali ragadozók, ők nappal így a ágon ücsörögve várják a, a prédát, nagyon szeretik, ebből kifolyólag az ilyen, erdős, az ilyen erdős széleket, ahol ilyen nagyobb füves puszták szélén vannak, ahol ott eléggé mászkálnak ezek a prédák, leugrik, megeszi, visszamegy, ö, viszont ami nagyon fontos, hogy ugye ez mindenki szeretne ilyet, tényleg gyönyörű, különleges állat. Ezeknek egyébként ez a toroklebenye, amit kinyit, vagy nyaklebeny, inkább azt mondom, ez ilyen 20-25 centi átmérő is lehet viszont ami hát nem hátulütője, de ezt nagyon is figyelembe kell venni, nagyon aranyosak, nagyon cukik, de hogy ezek megnőnek, nagy hely kell nekik, és ők ki is használják ezt a nagy helyet, tehát egy nagy kígyót nem kell feltétlenül olyan nagy helyre rakni, viszont őket igen, mert ők, ők aktívan használják, ez azt jelenti, hogy minimum egy vagy egy pár számára, egy állat vagy egy pár számára, 150 centi széles, legalább egy méter mély, és legalább egy húsz, egy ötven magas terárium kell. Ez nagyon fontos. Sűrűn be kell ágakkal otthonosítani ezt a, ezt a teráriumit, mint ahogy itt is van. Nagyon fontos, legyenek vízszintes, és legyenek függőleges ágak is, illetve a műnövényt javaslom. Tehát a fogságban tartásukhoz, hogy mondtam nektek, egy bazinagy terárium kell, kiskorban ez tökéletesen elég ez a terárium. Most is ott ülnek fönn a kicsik, ami nagyon fontos, hogy kell egy nagyon erős UV cső vagy UV izzó, éppen ott sütkéreznek, ugye ezzel pótoljuk a napot. Kell egy melegítő izzó, és nappa 25-től, inkább azt mondom 28-32 fok legyen éjszakára, mert lemehet 25 fokra annyira nem igényli a párát, meg a vizet, de azért bepárásíthatunk egyszer-kétszer neki egy héten, Ö, illetve a táplálását, az nagyon fontos, hogy még mi minden gyíknál, vitaminba, és káciumba forgassuk a tücsköket, tudjátok a panírozásra, amit szoktam mondani, abba beforgatjuk a tücsköt, beadjuk. Nagyon fontos itt is, hogy változatosan etessük, ne csak mindig tücsökkel, tücsök, csótány, sáska, viaszmonylár, vagy gyászbogár, liszkukac. Ugye itt is ezeknél a kukacoknál gyászbogár és a liszkukacnál úgy kínáljuk fel minden reggel a táplálékot, hogy előtte megetetjük zöldséggel, és úgy adjuk oda, mint egy megtöltött kukac, úgyhogy baromi jó, de a liszkukacot azt így kell használni, tudni, hogy azt föl kell etetni, és úgy adjuk oda a gyíkoknak, vagy bármilyen állatnak. Napi megvilágítás az olyan 12 órába szükséges, mondom, egy erős UV, egy erős melegítőizzó, hiszen ők azért Ausztrália, északi rész és pápolygénő, ami tényleg egy ilyen nagyon trópusi trópusi forró, forró hely. Um, amikor ők amikor állítólag nagyon-nagyon idegesek, akkor állítólag tudnak köpni is. És ami még nagyon érdekes náluk, hogy amikor elkezdenek menekülni, és ezt a Zsolti mesélte, hogy ezt látta is, mint egy kis dobimanoi kirohanta a gyék a szobából, a két hátsó lábán felemeli a két első lábát a farka levegőben van, és mindegy őrült ilyen 20-25 métert is le tud sprintelni, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, nagyon gyorsan mozognak, nem agresszívak, de azért, azért hogyha bennyúlkálunk, azért ők az, azt, hogy nem nagyon látunk téged szívesen. Azatnak vagy ilyen, ilyen szavanna földet rakhatunk, de rakhatunk be szavanna föld és fenyőkérek keverékét, ezt esetleg dekorálhatjuk pár falevéllel. Kell egy, egy, itatótál, ez nagyon fontos. Annyira nem szeretnek fürdeni, vedléskor egy kicsit párásabban tartatjuk, de az itatótálba bemennek és isznak, ezt minden nap kell neki garantálni. Kiskorban minden nap etessük, felnőtt korban pedig elég heti háromszor, minden másnap megkínálni őket. Felnőttek állítólag esznek zöldet is, de Zsolti elmondása szerint neki volt, és neki rá se hederített úgyhogy maradjunk ennél a rovar takarmánynál, tehát csótány, sáska, tücsök, viasz, vagy gyászbogár, illetve jó időben fűhálózhatunk is nekik. Fűhálózás nagyon jó dolog, mert nagyon változatossá teszi az étrendet. Amúgy én a poloskát is oda szoktam adni a gekkónak, azt is megeszik, de nagyon fontos, hogy vegyszermentes helyről fűhálózzunk, ne út mellől, de egyébként ez minden rovarevőre igaz, hogyha kamélaunok vagy bárkinek adunk, akkor ez nagyon fontos, hogy olyan helyről származzon, ezt szerettem volna mondani a kis galéros gyíkokról, köszönöm a figyelmeteket, ha szeretne valaki ilyet, és van megfelelő tudása, tapasztalata, mert azért ez nem egy kezdőállat, akkor jön ide a Blahára Zsoltihoz, van nála még egy pár eladó, illetve szokott lenni, itt meg tudsz hozzá menni mindent, és ellátja jó tanácsokkal, hogyha baromi nagy helyed van, még egyszer mondom, iratkozzatok fel a kisállat lexikóra, Facebook, illetve a TikTokon túrázó néven vagyunk, Instán túrázó van egy www.túrázó.hu nevű oldalunk. Látogassátok, hívjatok szülinapra, megyünk suliba, köszönjük a figyelmet, sziasztok!